1990-ben alakult meg a Magyar Ejtőernyős Ezred pápai csoportja, melynek veterányai családtaként köszöntik egymást a találkozókon. Ma 60 éve, hogy helyet kaptunk itt. Itt szolgáltunk, ez volt az úgynevezett Magyar Katonai Ejtőernyőzésnek az óvodája. Pápa, és azt kellem mondani, hogy a szívünk itt is maradt. Az éves programok között kiemelkedő helyet kap a Huszár lakótelepen található emlékmű megkoszorúzása, melyre a tengerentúlról és Európa országaiból térnek haza a hajdani bajtársak. Az érmek, kitüntetések viselői szeretnék, ha az ejtőernyős múltról való megemlékezés nem csak a tagoknak, hanem a város fiataljainak is szívügyévé válna. Prevenció, azaz megelőzés. A szakemberek szerint ez kell, hogy legyen a jelszava a kábítószer fogyasztás elleni harcnak. Ezt két részre bontanám. Az egyik oldala a felvilágosítás. A másik oldala pedig alternatívák nyújtása az ifjúságnak. A felvilágosítás azért fontos, hogy a fiatal megismerje, hogy milyen rövid és hosszú távú hatásai vannak a drogoknak. Ugyancsak fontos, hogy a diszkó mellett értelmes alternatívát kínáljunk a szórakozásra vágyó fiataloknak. Hangzott el a vetélkedő megnyitóján, ahol a megjelent hat csapat szakmai zsűri előtt bizonyíthatta a tájékozottságát. A vetélkedőt végül a Tűr István gimnázium csapata nyerte, megelőzve az örök győztesnek számító Jókai, valamint a Petőfi gimnázium együttesét. Az egyik nagyáruház parkolójában várta a látogatókat a Paks 2 interaktív tájékoztató kamion. A mobil látogatóközpont feladata, hogy megismertesse Magyarország lakosságával az atomenergiát, annak fontosságát, biztonságos és környezetkímélő felhasználását, és hogy mindezt azok számára is elérhetővé tegyék, akiknek nincs lehetőségük a paksi látogatóközpontba eljutni. Ez egy nagyon érdekes autó, ahol most jöttünk, és megtudtuk, hogy épülni fog egy Paks 2 atomerőmű. Mivel ami épült régebben, azt le kell állítani, mert az csak 20 évre volt, 20, majd 30 évre volt elegendő. A kamionban interaktív táblák, videók, kisfilmek tájékoztatták a látogatókat a paksi atomerőműről, a reaktorokról, és a tervek szerint a 2030-at követően a jelenlegi erőművet felváltó Paks 2 létesítményről.